I love Oscar. Na hát szervusztok kedves emberek, én Oscar voltam, vagy voltam, még most is az vagyok. Na, ebben a rövid videóban Dióhéjban szeretném elmagyarázni annak az embernek, aki, na jó, ez így nem volt annyira nagyon jó, bevallom. Szóval, hogyha OBS-t használsz, OBS Studio-t, akkor az képes arra, hogy például, hogyha gameplayt készítesz kommentárral együtt, akkor azt ne csak egy hangsávra montírozza rá a kettőt, hanem külön is lehet szedni. Tehát magyarul külön van a játéknak a hangsávja, és külön van a mikrofonodnak a hangsávja. Hogy ez miért jó? Nos, azért, mert külön tudod szerkeszteni Sony Vegasban például, hogyha a Sony Vegas videószerkesztőt használja valaki, én pedig azt használom. Tehát betöltöd, és akkor, mit tudom én, üvölt a játék, nem lehet hallani, amit beszélsz. Akkor azt így szépen lejjebb veszed a csúszkát, hogy halkabb legyen a játék, te meg magadon meg még hangosítasz is egy kicsit. Vagy fordítva, hogyha túl halk a játék, akkor erősíted, ha túl hangos a pofázmányod, akkor meg csökkented a hangerejét. Na ezt fogom most így nagyon gyorsan elmagyarázni, hogy hogyan is lehet ezt kivitelezni. Hogyha valakit érdekel az, hogy az OBS Studio-t, Open Broadcaster Studio-t hogyan kell használni, akkor a csatornámon megtalálja a klasszikus OBS-nek a tutorial videóját, amin elég részletesen végigmentem, hogy mi hogy működik. Úgyhogy azt nézze meg mindenki, aki ezzel akar foglalkozni. Ez egy baromi jó videófelvő program, tehát lehet vele streamelni is, illetve offline felvételeket készíteni. Na, az egésznek a trükkje, elmondom, micsoda. Szerkesztés menü, speciális hangtulajdonságok, belemész, és itt van az, hogy hát ugye mik vannak felvéve alapvetően. Na most nálam itt nem tudom a webkamera, ja a webkamera persze most ez is megjelent. Igen, most ezt ki is veszem. Na szóval megjelenik ez a sáv. Ugye a Windowsnak a hangjai, a mikrofonnak a hangjai, illetve hát nekem most a webkamera hangjai. De a lényeg az, hogy ha mondjuk csak Windows meg mikrofonod van, akkor a Windows a hangsávját, illetve a mikrofon hangsávját külön kell venni. Tehát magyarul, amit beszélsz, az megy egy egyes hangsávra, a játéknak a hangsávja, az pedig a kettesre. Tehát, hogy így legyen beállítva, külön legyen szedve. Ennyi. Na most a beállításokba, hogyha bemegyünk, akkor ugye itt van a kimeneti résznél a rögzítés, és ezen belül a hang. Pontosabban igazából nem. Tehát a hangnál itt igazából nem kell különösebben mit csinálni, itt elnevezhetjük a hangsávokat, csak most azért nem tudom ezt megtenni, mert jelenleg ugye felvétel módra van állítva az OBS, tehát felveszem éppen azt, amit most látsz. Mi ez a kattogás? Az én hangom kattog? He? Na, szóval itt van a hangsáv. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulajdonképpen itt azt jelölheted be, hogy van-e másodlagos hangsáv, vagy harmadlagos, vagy negyedleges, vagy ötödleges, vagy hatodlagos, és hogyha van, mert külön van szedve, akkor bepipálod mind a kettőt. Itt most nem tudom nekem miért nincs bepipálva, lehet, hogy azért már most felvételmódban rosszul jeleníti meg, de a lényeg, hogy legyen bepipálva mind a kettő. Na, és hogyha így veszed fel a videódat, akkor külön lesz bontva. Na most, hogyha Sony Vegasba rakod be, akkor annyi szépséghibája van jelenleg a dolognak, de lehet, hogy ez csak a Sony Vegason belül valami beállítástól függ, vagy valamire még én nem jöttem rá, az elképzelhető. Szóval amikor ugye ezt az MP4 fájlt berakod Sony Vegasba, akkor nem kettő darab hangsáv lesz, hanem négy. Hogy miért? Gőzöm nincs. Tényleg nem tudom. De ez már olyan dolog, hogy apróság, tehát lehet, hogy majd rá fogok jönni, meg te is rá fogsz jönni majd, hogyha ezt kipróbálod, de hogyha tegyük fel, ez így működik, és nincs rá megoldás, akkor sem egy nagy vasszizdász, tehát két fölösleges hangsávot kitörölni, az igazán nem egy nagy dolog, aki picit is ért a videó szerkesztéshez, és akkor külön lehet szerkeszteni a hangsávokat, és ez marha jó, mert végre nem kell állandóan azzal pöcsölni, hogy jaj, nem túl hangos a játék, meg jaj, az átvezetőnél túl hangos volt, de akkor már nem tudok mit csinálni, mert ugye egy hangsávról lett rámontírozva az egész. Rengeteget szívtam ezzel régebben,
És most arra jutottam el erre a pontra, hogy rá kéne most már jönni, hogy ezt hogyan kell megoldani, mert láttam ilyen lehetőséget az OBS-en belül, csak még nem foglalkoztam vele. Na, szóval ennyit erről, úgyhogy szerintem, hogyha valaki offline videókat készít elsősorban úgy, mint én, tehát nem streamel, akkor ezt azért érdemes tudnia, szerintem. Mert ugye streamnél tök mindegy. Hát nem tudom, elméletileg lehet, hogy streamnél is van külön hangsáv, nem kizárt, hogy ott is lehet ilyet, de... Hát nem tudom, a YouTube nem hiszem, hogy támogatja ezt. Egyébként marha jó, ez már nagyon régóta mondtam, és csodálkozok is a YouTube, vagy hát igazából nem csodálkozok, de nem tudom, milyen irányba megy a YouTube, nem csodálkozok rajta, de szóval például marha jó lenne egy olyan, hogyha mondjuk bejelölöd, vagy nem is kell bejelölni, hát van egy videó, és ugye te azt úgy rakod fel YouTube-ra, hogy külön vannak szedve a hangsávok, akkor megjelenik opcióként, hogy hangsáv 1, hangsáv 2, és akkor mondjuk azt még el is nevezheted, hogy a néző könnyen meg tudja állapítani, hogy melyik. Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk gameplay csinálok, és mondjuk unja, nem tetszik neki az, amit én beszélek, vagy inkább a játékra koncentrálna, mint az én szövegelésemre, akkor a kettes hangsávot kikapcsolja. És akkor marad a játéknak a hangsávja. És azt még esetleg tudja növelni is, vagy csökkenteni, érted? Szóval ez például nem egy olyan nagyon bonyolult dolog szerintem, ezt igazán meg lehetett volna csinálni, de nem a YouTube, az inkább letiltja a videóból, le is tiltja a zenét, meg szügyön rúg. Na, remélem, hogy segítettem ezzel a kis videós összenettel, használjátok egészséggel ezt a technikát. Cuppantolok titeket, sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új? Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat. Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra. Nem fogod megbánni.